Kevesebb idős embert vernek át a csalók a termékbemutatókon, legalábbis ezt állítja a KDNP. Év elején léptek életbe azok a törvénymódosítások, amelyeket a párt javasolt. Ennek kapcsán indított átfogó ellenőrzést a Fogyasztóvédelmi Hatóság. A tapasztalatok szerint kevesebb az olyan eset, amikor mondjuk lézer vagy mágnesterápiás eszközöket sóznak rá a nyugdíjasokra. Mágneses lepedő, táplálékkiegészítők, a legextrémebb pedig vasaló 200 ezer forintért. A termékbemutatókkal kapcsolatban a legtöbb nyugdíjasnak vannak tapasztalatai. Telefonon felhívják őket, azt kérik, szervezzenek be néhány embert, és ajándékot kapnak, ha bemutathatják előttük a termékeiket. Általában így kezdődik. 5-6 embert össze kell csődíteni, és akkor ugye részletre, OTP vagy egyéb részletre is felajánlják, hogy sokkal olcsóbb, ha azonnal megrendeljük. Nem mentem vissza reklamálni, de megtanultam a magam módján, hogy nem dőlök be, úgyhogy azóta bármilyen ajánlatot mondanak, én azt mondom, köszönöm szépen, nem érek rá. Az Életet az Éveknek szövetség elnöke elmondta, őket is gyakran megkeresik különböző termékekkel, szolgáltatásokkal. Szeretnének velük együttműködési megállapodást kötni. Nem kell feltétlenül gyanakodnunk, ugyanakkor nagyon nagy felelősség, hogy mi el tudjuk dönteni, ki tudjuk szűrni, hogy melyek azok a szolgáltatók, akikkel a kapcsolatépítést segítjük, és melyek azok, amelyektől óvaintjuk a tagjainkat. A hatóság számára is elkezdenek sokkal inkább a látókörbe kerülni ezek a cégek. Az idősek védelme érdekében kezdeményezett a KDNP 3 törvénymódosítást. Rétvári Bence szerint jót tett a szigorítás, mert most már csak azok tudnak azonnal terméket venni, akiknek van rá elegendő pénze. A klasszikus termékbemutatóknak a száma is a Fogyasztóvédelmi Hatóságnak a statisztikai adatgyűjtés alapján csökkent. Nyilván azzal, hogy az ingyenesség reklámozását megtiltotta a jogszabály, a legfontosabb vonzó ereje csökkent ezeknek a termékbemutatóknak, hiszen már nem lehet megtéveszteni valakit azzal, hogy egy ingyenes szolgáltatással, orvosi szűréssel, ebéddel, utazási lehetőséggel mással kínálják meg, és utána pedig hát egy több százezer forintos költségbe hajszolják bele. A KDNP szerint más területeken is figyelni kell az ilyen jelenségekre. Harrak Péter példaként említette az üdülési jog területén történő esetleges visszaéléseket és az internetes vásárlások világát.